Kérném szépen, volna egy tiszteletteljes kérésem, nem akarok ünneprontó lenni, de a helyzet az, hogy ezen a távközlési klubon, már legalábbis az összes rendezvényén, tudomásom szerint minden egyes alkalommal itt volt egy Fülöp Géza nevezetű volt kollégám, aki sajnos meghalt. És decemberben. Úgyhogy nem tud közöttünk lenni. Nem kérem, hogy álljunk fel, nem kérem, hogy egy percig maradjunk csendbe, de 10 másodperces csendet esetleg kérnénk szépen, és elnézést kérek szépen tőletek. Köszönöm szépen. Na, tehát eljutottunk a Lakihegyi toronyhoz. Na most azért én egy téves dolgot mondtam nektek, hogy a külső része volt a MÁV-nak a R4-es csomagja, és a belső rész volt a postásoknak a csomagja, úgyhogy elnézést kérek szépen a tévedésemért. Belül a postásoké volt egyáltalán a postásoké, a külső volt a vasúti. 34, Komáromtól Hegyeshalomig helyezték üzembe a 16 ezer voltos vontatás feszültséget. Győrig, vagy Győrtől kezdődően már csökkent az R4-eseknek a száma, 2 darab 7x R4-es, 7x4-es lett. 1935, a színen megjelent a Standard cég, a későbbi, aki esetleg tudja, hogy BHG lett belőle, Belojani Híradás Technika, aztán Budapesti Híradás Technikai Gyár lett belőle. A Fehérvári úton volt valamikor, most már megszűnt, már régebben megszűnt. Na, ez a társaság jelentkezett újfajta telefonközpontokkal, méghozzá inkább alközpontokkal. Tulajdonképpen még meg kellett volna azt is mondanom, hogy 1927-ben helyezték üzembe a postások az első automata 7A rendszerű telefonközpontot fönt a várban. Hát ezt nem mondtam, ezt kifelejtettem, úgyhogy most pótolom. De azt is a Standard cég gyártotta. A Standard tehát 2x6-os, 3x10-es, 5x25, 5x55 és 10x100-as alközpontokkal jelentkezett, és meg is kereste a vasutat. Hát egy ilyen 2x6-os alközpontnak a látképe, elég szomorú látkép, de sajnos jobb képet nem sikerült fel találnom sehol sem. Hát így nézett ki, tulajdonképpen egy tiszta jelfogós alközpont volt. A 10 vonalas telefonközpontnak a kapcsolási rajza, és lehet látni ezekből, hogy csak egy nyíl mutogat jobbra-balra a köríveken. Ez azt jelenti, hogy általában lépésenként működő gépekről van szó,
és ez a központ olyan volt, hogy 10 mellékállomással, 2 összekötővel rendelkezett, tehát helyben csak 2 beszélgetés folyhatott le egy időben, de azért volt neki 3 fővonala, és természetesen volt egy kezelő készlete, ahol a kezelőhöz bejutott a fővonali hívás, és akkor ő tudta ezen az útvonalon a megfelelő mellékállomást felhívni. Az ST, tehát a standardnek a rövidítése, hogy 7025, ez már egy nagyobb központ volt. Itt is lépésenként működő gépek vannak, a többi helyen mind jelfogó található, méghozzá 30 ívpontos gépek voltak. Most azért tovább megyek egy kicsit a kapcsolás rajza itt található, és milyen érdekes, ha megnézitek, hogy milyen hívó számok voltak ebben az alközpontban. Mivel majd azt is megmutatom, azt a úgynevezett marker gépet, amelyikkel ezeket az egyes állomásokat ki lehetett szolgálni, meg azok ugye hogyan lépkedtek. 1-8, tehát voltak olyan mellékállomások, amelyeknek egy számjegyből álló hívószámuk volt, vagy 2-ből a 9299, vagy 3 számjegy a 901-909-es. Mindig úgy volt, hogyha valaki 9-eset tárcsázott, tehát nem 1-8, hanem 9-eset, akkor ott várakozó álláspontot képviselt a központ, és hogyha a 2-es tárcsázták be, akkor már meg a másodszorra a 9-est, akkor a 2 számjegyű hívásokról volt szó. De ha a 9-es után 0 érkezett, akkor abban az esetben tovább várt, hogy egy harmadik számjegy is megérkezzen. Hát itt látható a kezelő készlete. Az 35-ös, ezek 135, jó. Az 55-ös, ez már rotari rendszerű központ, itt találhatók 2x12 volt vonalkereső, híváskereső egy gépkereten, ez a másik 10 darab gép, az pedig a 10 fővonalat biztosította, tehát a postai hálózathoz 10 fővonallal lehetett csatlakozni. Ez azonban 2 számjeggyel elboldogult, ugye, mert 100 vonalas volt, tehát a 00-tól a 99-ig lehetett hívni elvileg, tehát a nullával inkább mindig ugye esetleg a fővonalakat lehetett hívni, és utána már tárcsázni a postai hálózatba menő hívó számjegyeket. Úgyhogy ha ennek is megnézhetjük a kapcsolási rajzát, ha itt a vonalkereső oldalon csak egyetlen egy forgógépet látnánk, akkor 100 vonalas. De ha bővítették, mert lehetett bővíteni 200-asra, akkor sajnos a vonalkereső gépeket meg kellett duplázni. Meg kellett duplázni, hogy át lehessen jutni a második 100-as egységbe. A fővonalak azok szintén itt láthatók, 100-asra 10 fővonal, a második 100-asra szintén 10 fővonal, tehát elvileg 20, nem érdekes, csak a kezelő készletet mutathattam volna, tehát itt látható egy lépésenként működő gép, amelyik a CB készülékek számtárcsájá segítségével adott impulzusokat be tudta vételezni. És ezeken itt van az ívszerelvény, és akkor tovább lehetett lépni valamilyen másik irányba. Hát kérem szépen, 1935, már a Magyar Posta használt úgynevezett erősített áramköröket.
már alkalmazott erősített áramköröket légvezetéken és meg kábelen is. Tehát már a hegyeshalmi vonal kábelen már erősített áramkörökkel lépett be, ami erősített áram közül például a MÁV 3 négyhuzaros áramkört bérelt is a postától oly formában, hogy Győrig, és Győrtől pedig már légvezetéken jutott el Szombathelyre. De nem erősített áramkörként, hanem csak egyszerűen érpárgyanánt. Tehát megjelentek a vivők, úgyhogy egy ér4-esre most már egy három csatornás berendezést rá lehetett tenni. Itt van az alsó rész, ez tulajdonképpen maga a fizikai érpáron történő beszélgetés, ami nem több, mint 300 Hz-től 2700-ig. Ugye abban az időben a távbeszélő sávnak, az értékes frekvencia sávnak nem 3400 Hz-ig volt, mint ahogy most van, hanem csak 2700-ig. Tehát összesen 2400 Hz-es frekvenciákat továbbított a berendezés. De nem csak itt alul, hanem természetesen az egyes csatornákon, és lehet látni, hogy a vívőfrekvenciás berendezés olyan volt, hogy 4 kHz-el megmodulálták az egyik áramkört, a következő áramkört 8 kHz-el és 12 kHz-el. Tehát tulajdonképpen egyszerűen csak egymás fölé rakták 4 kHz-enként a távbeszélő csatornákat. 35-ben megjelent a standard ilyen készülékkel, amit meg kell mondani, hogy ilyen készülékek még 1970-es években is voltak a vasútnál, mert ezek a készülékek olyanok voltak, hogy nyugodtan valakinek a fejéhez lehetett csapni, és nem törött el. Mert a későbbiek során ugye olyanok készültek, mint a CB 555-ös, 66-os, és így tovább, akkor ahhoz valaki kicsit meglökték, odébb lökték, aztán eltörött. Ez a készülék azonban nem törött el. Nem volt vasból, úgyhogy valamilyen műanyagszerűségből volt. Na kérem szépen, ennek a készüléknek a kapcsolási rajzát azért tettem ide, hogy nézzük meg, hogy a hallgató és a mikrofon áramköre az külön van véve, és most már megoldották ezzel a kapcsolási módszerrel az önhang csökkentést. A úgynevezett Wheatstone hídnak a segítségét hívták, azt segítették, vagy azt az elvet hozták ide bele, úgyhogy a hídba úgy kapcsolták bele a mikrofont és a hallgatót, hogy azok teljesen elkülönüljenek egymástól. De természetesen gyártási hiba van, és ennek ellenére azért mégis van nagyon kevés saját hangzás az ember fülébe, mert ha nem volna, akkor még rosszabb lenne az egész ügy, mert akkor olyan... Igen. Hát CB, LB37, ezek a készülékek már olyanok voltak, hogy 1000 ohmmal párhuzamos kapcsolású áramkörre lehetett tenni, tehát azt jelentette, hogy az egy állomás köz helyett akár 3, 4 vagy 5, vagy nem tudom én hány állomás közt is föl lehetett egy összeköttetésbe vonni, és nyugodtan mehetett a társalgás és a csengetés is. Így van. Még 160 ohmos. A csengője, igen, de hogy hívják, az induktoré az 1000. Jó, de hát alapban ugye letett állapotban akkor a csengő lóg a vonalon, tehát ez egy soros telefon volt szerintem, mert utána az 5000, tehát maga a csengő lóg egy kondival rajta a vonalon. Nem, de mi saját
De ilyenkor az induktor az kiiktatja a tekercsét. Igazán. Rövidre van zárva. Ez egy soros telefon volt. Igaz. És akkor utána jött ugye egy mit tudom én, több ezer ohmos csengő egy soros körrel. Így van. Tulajdonképpen azok voltak a nagy impedanciások. Ami már párhuzamosan lehet kapcsolatban. Igen. Ez egy soros telefon. Sok. Hát tovább megyünk mindig. '38 megjelent a Magyar Államvasutaknál a távgépíró berendezés, a T-34-es. Ez még szalagra író távgépíró volt, és a billentyűzete látható itt. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert azt mondja, hogy Q, V, W, ugye ERT, Z. Jelenleg a magyar tabulátorokon itt a Z helyett Y van, ugye, és a Z az itt lenne. Tehát tulajdonképpen, és a Bartók Béla úton van ugye egy ilyen informatikai bolt, ahol az a neve, hogy QWERTY, tehát az Y az itt van, az a neve, hogy QWERTY. Tehát innen vették az ő elnevezésüket az angolból, ugye az angol billentyűzetből. És az is látható, hogy ha jól emlékszem, itt van az E, itt az A. Itt van a hosszú I, meg hosszú O, vagy micsoda. Hosszú O, hosszú Ő, igen. Tehát már akkor úgy látszik, hogy a Siemensnek a távíró gépét vették figyelembe a számítógépek esetében is. Ez egy T-37-es lapraíró távgépíró készülék, amely megjelent a Magyar Államvasutaknál. Ennek nagy előnye volt, hogy a szalagot nem kellett elszakajtani és fölragasztani egy papírra, hanem rögtön megjelent az írólapon a szöveg. 39, hát ugye itt voltunk már a második világháború kezdetén, és a katonaság megszállta a Magyar Államvasutak igazgatóságát, ugye Andrássy út 73-75-öt, és mivel nagyon sok katonai szállítást kellett intézni, és akkor elhatározták, hogy rádióhálózatot kell csinálni azért, mert egyszerűen nem lehetett távolra telefonálni, mert nem voltak megfelelő átviteli utak. És akkor elhatározták, hogy 17 állomásra vagy helyre fognak ugye valamilyen rádióberendezést, rádióadó berendezést telepíteni. Meg is kapták az engedélyt, és a 295 és a 370 kilociklust ugye annak idején nem kilohertzbe mérték a dolgokat, hanem kilociklusba vagy ciklusba mérték a hercet, ugye? És de hát egyszerűen csak ki kell cserélni a betűket. És akkor a telefoncég szállított is úgynevezett AS-33-as 500 és 1000 wattos berendezést, a Lorenz cég az pedig csak 100-200 watt teljesítményű berendezést szállított, és meg is rendelték a honvédséggel karöltve. Mert azért ezt a rádiót, amire majd látjuk, hogy más valamit is telepítettek, a vasúttal együtt fogják használni. Hát ez a bizonyos telefunken rádió, ugye hosszú hullámú adó volt, de három szekrényből állott, hát ilyen jó nagy szekrényekből állott, ahol volt az egyik az adó, a másik antenna hangoló, a másik az áramellátó rész, és
kétféle adócsövet lehetett, vagy kettő darab adócsövetet lehetett beletenni, kettő darab fél kilovattosat, tehát 500 wattos csövet. Tehát ha egy kilovattal kellett a teljesítményt adni, akkor abban az esetben kettő ilyen OS-455-ös típusú csőre volt szükség. A Lorenz az már sokkal kisebb volt, nyilvánvalóan az adó teljesítménye is sokkal kisebb volt, és ugye ők azt mondták, hogy körülbelül 30 ezer óráig nem fog meghibásodni a berendezés. A tudomásom szerint és a Székely Tamás kollégánk szerint is ezek a berendezések nem hibásodtak meg, csak akkor, amikor a háború végén le kellett őket szerelni, vagy elvitték, és így tovább. A 39-ben vagyunk még, ugye láttuk, hogy a 35-ben megjelent a Standard cég telefonalközpontokkal, és akkor egy Plugor, Jenő, nehogy Plugor, majd eszembe fog jutni, a neve most nem jut eszembe hirtelenjében, Pósa Jenő, távirda ellenőr, csinált egy ilyen javaslatot, egy hálózatot, hogy hova kellene ilyen ST nevezetű központokat telepíteni, csak azért és valamilyen formában automatikus módon összekapcsolni. Hát lehet látni, hogy van ilyen, hogy Sepsiszentgyörgy, ugye mert 1939-ben akkor már várható volt, hogy esetleg a úgynevezett második bécsi döntés alapján Észak-Erdély vissza fog kerülni, és akkor a legtávolabbi pontra is kell majd ilyen telefonközpontot telepíteni. Ez egy tervezet volt. Hát meg kell nézni, hogy azt mondja, a mezőtúr csak egy 10 vonalas. Azt mondja, hogy Püspökladány egy 100-as. Zilach 6 vagy 8-as. És az még ráadásul, ugye, azt mondja, a Zsibó 25 vonalas központot kapott volna, tehát így jutottak volna el valahova, vagy azt mondja, Nagy Szent Jánosra, vagy mit tudom én, Horváth Kimlére, és így tovább. Tehát akkor még ilyen központban gondolkoztak. Mert akkor még a standard nagyobb típusú központtal nem, illetőleg éppen akkor akart kirukkolni, és hát ezért volt már azért az, hogy itt már 600-600 vonalas telefonközpontok is szóba jöhettek, és ez pedig nem volt más, mint az ST vagy a 7DPBX telefonközpont, amelyiknek a maximális kapacitása 2000 vonal. Tehát, és lehet látni, hogy ugye... Annak a helyén ülünk most, ahol volt ez a 2000 vonal. Igen, itt volt egy 2000 vonalas központ, még lehet, hogy a következő... Be volt a kábelrendező, meg nem tudom én. Tehát, a 3 meg a 4000-es volt itt. Igen. 76-ban még működött a biztos. 73-ban kezdett működni ez a központ, mert akkor lett kész ez az épület. És hát örülök annak, hogy ennek az épületnek az építésébe én is belefolytam akkor. De nem csak a telefonközpontében, hanem magának az épületnek, meg az elrendezésébe, és így tovább. Most már mindegy, csak azt mondd meg, hogy miért hoztátok föl ide a legtetejére ezt a sok vasát? Azért kérlek szépen, mert ez volt mindentől a legtávolabb. Hát miért? Hát egyszer kellett csak fölhozni, meg egyszer levinni. Értem a szót, csak nem is le lehetett volna egy folyosó. Persze, ha azt veszük, akkor a pincébe is le lehetett volna tenni. Jó, hát oda lehet. Hát miért? Hát a főosztályon pincében volt a telefon. Minden 7DPB-i központ a háború alatt pincébe volt. Igen. Na, utána is. Na kérem szépen, tehát ez a bizonyos Pósa Jenő bácsi, ez alkotta meg, de hát ebből sajnos nem lett akkor semmi. Amikor aztán a
A háború már valóságosan ki is tört, és nagyok voltak a szállítások, és nagy volt az igény arra, hogy az egyes állomások az irányító szervezettel kapcsolatba jöhessen. Vásárolták a németektől ezt a bizonyos induktív hívású berendezést, ezek párhuzamosan voltak egymással felkapcsolva a vonalra, és számtárcsával lehetett hívni az egyes állomásokat. Hát ez az induktív jelzéseknek a segítségével történt, ugye itt lehet látni, ahol éppen történt valami változás, ott egy szekunder lökés jelent meg a vonal irányába, tehát nem lehetett látni, hogy elvileg milyen hosszú, annyi ideig nem volt áram, mint ahogy itt a mondjuk analóg jelnél, hanem ennél a helynél ugye csak magát az egyes impulzus csúcsokat kellett figyelni a megfelelő áramköröknek. 41-ben aztán megépült 2 darab telefonközpont, 7 dpbx telefonközpont, a MÁV igazgatóságon 600-as, az északi üzletvezetőségen 400-as. Az északi üzletvezetőség, ami a nyugati pályaudvarral most szemben van, most is van ott olyan épület. Van ott a közlekedési, vagy mit tudom én, milyen hivatal. A másik meg akkor az a Kerepesi úti volt a 600-as. A 600-as MÁV igazgatóság. Ez nem a Kerepesi út, elnézést. Akkor még nem volt vezérigazgatóság, akkor a MÁV-nak csak igazgatósága volt. Igen, már az előbb azért tettem oda a 3 felkiáltójelet, hogy ott volt valamikor a MÁV igazgatóság is, meg a vezérigazgatóság is, ami most már semmi köze. Erre majd még azért vissza fogunk térni. 41-ben ugye építették a rádióberendezéseket, és azt a bizonyos 17-et, mert 47-ben már tulajdonképpen a székely udvarhelyi rész, tehát a legtávolabbi rész is már Magyarországhoz tartozott, tehát feltétlenül ezeket csak hosszú hullámú adóknak a segítségével lehetett elérni. Itt van a maga a központ része, itt pedig a központ, vagy az átvitelre telepített HEL távíró berendezés, tehát telefonálni is lehetett, akkor nem volt HEL távíró, hanem csak maga az adóberendezés, tehát egy távbeszélő csatornát biztosított, de ha táviratozni kellett, akkor helyette magát ezt a HEL távíró berendezéseket kapcsolták rá, és azon adták le a megfelelő információkat. Ez a HEL berendezés, ugye az egyes betűket úgy képezte le, hogy 7x7-es mátrixot alkalmazott, és a 7x7-es mátrixnak a külső burkolatú kódjait, azokat üresen hagyta, és abban semmiféle jelet, csak üres jelet adott. Miért volt erre szüksége? Azért volt szükség, mert elvileg lehetett volna, hogy elegendő lett volna ugye csak az 5x5-ös jelképzés, de akkor a következő sor rátapadt volna a fölötte levő sorra, és nem lehetett volna elolvasni, úgyhogy ezek az egyes sorokat eltávolították egymástól, hogy biztosan lehessen olvasni. Ezek a függőleges római 1 és római 7-es osztások, azok pedig biztosították, hogy az egyes betűk választódjanak el egymástól. Na, annyit még, hogy ezeket a betűket, vagy ezeket a jeleket, szinkronizmus alapján kellett biztosítani, mert a vétel oldalon, ha minden nagyon jó volt, és a két adó és a vevő berendezés szinkronba ment, akkor éppen itt volt két sor, mindegyik sorban ugyanaz az információ jelent meg, de
Pontosan az egyes betűk egy függőlegesbe estek. Ha most elkezdődött egy kis szinkron torzulás, akkor abban a pillanatban ezek elcsúsztak, sőt, mi több, egy kicsikét elfordultak a függőlegestől, és itt elindult a szöveg, aztán itt kicsúszott. De szerencsére az alsó sorban ugyanaz az információ volt, tehát az megjött, és ami itt felül kicsúszott, alul még olvasható volt. Na most 1941-ben a MÁV-nál felmérték, hogy a távközlő hálózat az milyen a visszacsatolt területeken. Hát az eredmény síralmas állapotban volt, mondták. Ezt az eredményt hozták el, annak ellenére, hogy rettentő sok morzegépet és így tovább elvittek a vasúttól, és megszereztek ugye mások. Ennek ellenére nagyon síralmas volt, legfőképpen Erdély tája az nagyon síralmas volt, és a délvidéknek a vasútja is. Egyedül az északin, a csehszlovák részen, tehát a felvidéken, ott valahogyan megőrizték magát a színvonalat, elég jó volt a fenntartás is, sőt, mi több, a csehszlovák vasút még bővítést is csinált az egyes vonalakon, amik aztán ugye visszakerültek tehát Magyarországhoz. Hát kérem szépen, például Romániában, Erdélyben, amikor legutóbb voltam, hát ez elég régen volt, 11 évvel ezelőtt, akkor mentem egy olyan vasútvonal mellett, ahol itt van az oszlop, az oszlopra rá volt szögezve egy ilyen faág, és a faágra rá volt csúsztatva a porcelán szigetelő, és arra van rá felkötve a vezeték. Most elképzelhető, hogy annak milyen jó a szigetelése, ha vagy esik az eső, vagy ha jó nedves az idő, akkor megszűnik minden, sem telefonálni nem lehet, vagy akkora a zaj, hogy az szörnyű, és így tovább, meg áthallásoktól kezdve minden. Tehát a lényeg az, hogy a legfőképpen Erdélyre kellett nem csak a vasútnak, hanem a magyar postának is rettentő sok pénzt felhasználni. Hát ez a bizonyos 7DPB-i központok, azt mondja MÁV igazgatóság, jobbulást, északi üzletvezetőség. Tehát a nyugatinál lévő, ez 1941-ben létesült, és azok egymással valamilyen összekötte egyenáramú trönkáramkörök segítségével kapcsolatban is voltak. Tehát ahogy elnézem, itt van egy kis hiba, mert innen ettől a központtól az üzletvezetőség központjába is, meg vissza is kellett volna berajzolni egyenáramú trönköket, nem csak a déli üzletvezetőség irányába. Tehát egyenáramú trönkáramkörök segítségével tudtak összekapcsolódni, és a MÁV igazgatóság számmezeje 1100-tól 1699-ig volt, ami 1965-ben megváltozott, és a budapesti igazgatóságnak a számát, a 3000-es számát, mert az 3000-es volt, azt kapta meg a MÁV vezérigazgatóság, és a MÁV vezérigazgatóság 1000-es számát kapta meg a déli üzletvezetőség, és a budapesti igazgatóság, mert akkor lett egy számcsere csinálva. Háború ide, háború oda. A magyar államvasutak elhatározta, hogy Budapest és Miskolc között villamosítani fogja a vasútvonalat. És ezért aztán irányadó szempontok címmel ugye egy előtervet fogadtak el, hogy mit kellene csinálni, hogy mit, de magát a műszaki feltételeket már egy évvel előbb megcsinálták, de ki is adták 44. május 26-án a rendeletet, hogy lesz villamosítás, és a MÁV-nak nyilvánvalóan kábelt kell
távkábelt kell építenie. De hát ugye ebből aztán a háború miatt nem lett semmi. 44. Nagyvárad, 200 vonalas telefonközpont. A Standard oda is vitte egy 200 vonalas telefonközpontot, fel is építette, azért, hogy Nagyvárad és ugye a környéke megfelelőképpen el legyen látva mellékállomásokkal, és alkalomattán, ha lesz rá lehetőség, ha lesz megfelelő átviteli út, akkor már lehessen Budapesthez csatlakoztatni. Erre még azonban visszatérünk majd egy kis érdekes esemény kapcsán. 45. Sértetlen maradt a MÁV igazgatóság távbeszélő központja, tehát ami itt az Andrássy úton volt. Hát ezt azért mondom el, mert az kettő dolog volt. Egyik, a postásoknak valamennyi telefonközpontjával problémák voltak, elromlottak. Miért romlottak el? Vagy szerelték már lefele, hogy elvigyék nyugatfele, vagy pedig megjelentek a német romboló brigádok. És a német romboló brigádok ugye ugyan előzőleg már mondták, hogy le kell szerelni ezeket a központokat, és el kell vinni nyugatra, de hát egy távközlős azért mindegy, hogy milyen az a politikai rendszer, ami van, hát azért hát csak kiáll amellett, amivel ő foglalkozik, hát szóval azért félti a dolgokat. Hát a MÁV igazgatóság telefonközpontját nem szerelték le. Nem szerelték le a déli, sem az északi üzletvezetőséget sem. De megjelentek a német romboló brigádok, hát az igazgatóságnak a központját úgy tudták megmenteni, egy Wirth Mihály nevezetű szakáder, aki éppen a központnak volt a vezetője, hogy eltorlaszolták a bemenetet. Hiába nyitották ki az ajtót, meg mit tudom én, meg felhúztak ilyen falat, ami úgy nézett ki, mintha egy fal volna, meg minden, nem lehetett bemenni. Nem tudtak bemenni a németek. Na most ezek a Wirth Mihályék, meg a műszerészek, akik még ott voltak, azok, amikor ezeket mind megcsinálták, akkor ők ugye nem tudtak kijönni a pincéből, mert el volt torlaszolva, ők maguk torlaszolták el az utat, hanem felül, ha arra fele járunk, akkor van ilyen vas ajtó, ami légó ajtónak is nevezhető volt, azon keresztül jöttek ki, amikor ugye tisztának látták az időt. Az északi központnak meg az volt a szerencséje, hogy kapott egy bombát az épület, és úgy kapta a központ a bombát, hogy a központnak nem történt semmi baja, csak az ajtó elé marhasok törmelék adódott, és azért nem lehetett bemenni. Úgyhogy a németek azért nem tudták tönkretenni. A déli üzletvezetőségnél, tehát a jelenlegi igazgatóság, vagy ki tudja, micsodának hívják, ott pedig az volt a helyzet, hogy bementek, és a hírek szerint lehet, hogy le is itatták, vagy nem itatták le, mit tudom én, szóval csak egy-két kalapácsütést csináltak, és egy-két gép volt az, amelyik tönkre ment, úgyhogy az a központ sem ment tönkre. Na, most megyünk vissza Nagyváradhoz. Ez egy nagyon érdekes mese, de ez valóságos mese. Ugye az volt, hogy 44 tavaszán üzembe helyezték a központot. Igen ám, de augusztus 23-án a románok kiléptek a háborúból, és ott hagyták a német csatlósaikat, és helyette a román csapatokat átirányították Erdélynek, hogy visszafoglalják Észak-Erdélyt. Igen ám, Kolozsvárra is már akartak telefonközpontot építeni, le is szállították oda, de megparancsolták, hogy azonnal szállítsák föl Budapestre, tegyék föl, teherkocsiba, és gyerünk visszafele, de a nagyváradi központ már üzembe volt. És egy Bényei Béla nevezetű szakkáder volt a főnöke,
Én még jó ismertem egyébként a Bélát, és a, később az Alközponti Társaságnál a Zimányi cég, Zimányi cégnél dolgozott. Na most a lényeg az, hogy megparancsolták neki, hogy a központot szerelje le és küldje vissza Magyarországra. Bényei hatalmas módszerre gyorsan levágta a kábeleket, mindent betették egy teherkocsiba, feladták, és az lehet, hogy éppen az utolsó tehervonattal Nagyváradról elindult a vonat, átlépte a magyar határt, ahova már nem mentek a románok, úgy bejöttek azért, és a lényeg az, hogy ő azonban ott maradt, mert a dolgait még el akarta intézni, hogy ő is hazajöjjön Magyarországra. Igen, nem, de hát ugye a románok bevonultak, ott maradt. És az állomás főnök felhívta, hogy holnap reggel jelentkezzen egykomám, mert a román hatóságok keresik a telefonközpontot, hogy hol van. A Béla eléggé meg is ijedhetett. Úgy látszik, hogy volt neki ismerőse, paraszt, hogy így mondjam, aki megművelte a földet, és a következő történt. Ő vállalta, hogy kiviszi a határa a Bélát. De hogyan? Úgy, hogy befeküdt a kocsiba alulra, leterítették, és utána ganyéval, elnézést, szóval trágyával megrakták a kocsit. A szerencsétlen Béla az ott volt a ganyé alatt, ugye, a trágya alatt, és hát ugye direkt estefele ment ki a határra ez a paraszt bácsi, ugye, amikor már kezdett szürkülni, és akkor kezdte ledobálni a trágyát a kocsijáról, és ugye, mert hogyha véletlenül meg is látják a román katonák, hát látják, hogy ugye trágyázza a földjét. És mivel így besötétedett, a Bélának sikerült hazajönni. Igen, ám, de ezzel még mindig nem lett vége. Biztos nagyon sokan nem tudjátok, hogy a háború után mindenkit igazoltak. Igazolnia kellett mindenkinek saját magát, hogy ő nem volt háborús bűnös. És amikor valakire azt mondták, hogy háborús bűnös, akkor nagy baj volt, hogyha nagyon nagy baj volt, akkor ugye elvitték, akár Málinki robotra, vagy mit tudom én, vagy pedig szabadon engedték, de állami céghöz nem mehetett dolgozni. Szerencsétlen Béla, ő is jelentkezett, és azt mondták neki, hogy téged, komám, nem tudunk igazolni, mert hol van az a telefonközpont, amit te Nagyváradról állítólag elküldtél Magyarországra. Hát a Béla szerencsétlen nem tudta megmondani. Nem is igazolták a Bélát, úgyhogy a Béla csak ilyen kapálós munkára mehetett el, ugye, mert nem mehetett máshova, hanem 1946-ban valahonnan Zalából egy állomás főnök felhívta a MÁV igazgatóságot, hogy van itt valamilyen kocsi, teherkocsi az állomáson, már itt van egy éve, mi a fene lehet benne? Mert a bárca szerint valami telefon van ráírva, mert az oldalán még megmaradt. Hát ugye a távirda intézésükből rögtön leszaradtak oda, hát kérem szépen, ott volt a nagyváradi telefonközpont, nem a Józsefvárosba odaadták föl, de nem oda vitték el, hanem amoda vitték el. Úgyhogy ezt a szerencsétlen Bélát csak egy éve később igazolták le, és azt mondták, hogy tényleg igaz, jó magyar, mert hát megvan a telefonközpontja. Hát kérem szépen, a háborús károk. Hát azt lehet mondani, hogy 16 ezer kilométerből 15 ezer kilométer légvezeték megsérült, ellopták, elszakadt, és így tovább. Az is biztos, hogy amikor a menetirányító vonalakat rendbe kellett hozni, mert kellett menetirányító vonalakat, elvés irányító vonalakat létesíteni, akkor kérem szépen szovjet katonák is segítettek ezeknek az áramköröknek a
létrehozására. A rádiókat leszerelték, vitték nyugatra. A köteles Sándor, távirda ellenőr, ugye elment Bécsbe, és ott valami 6 rádió berendezést sikerült fel keresni, vagy és megtalálni, amit haza is hozott. De ugyanakkor Moson-Magyaróváron is volt egy teherkocsi, amiben benne voltak a másik rádiók, és az pedig ott állt. És közben ugye Málinki robotra el akartak vinni sok embert, a szükség volt erre a bizonyos teherkocsira, és a szovjet katonák kinyitották, és ugye az emberekkel dobáltatták le a dobozokat. Szerencsére a dobozokat nem nézték meg, mert abban voltak benne a Lorenz rádiók. Úgyhogy ezeket a rádiókat, a hosszú hullámú rádiókat a későbbiek során még üzembe is tudták helyezni. Na most már nagyon gyorsan haladjunk tovább. Nagy károk keletkeztek Magyarországon, de 1945-ben Neumann János megalkotta a jelenlegi számítógépnek az elvét. Minden számítógépet, amit csinálnak, Neumann János 5 feltétel alapján készítik. Konrád Zuse is Amerikában ilyet számítás, informatikával kapcsolatos dolgokat kísérletezett ki. Hát kérem szépen, a távirda és távbeszélő hálózaton 117.824.000 pengő 1944-es érték alapján kiszámított kár érte a vasúti távközlést. Ez a Lux Ernő igazgató, az egy nyugdíjas bácsi volt, akit egy Varga László nevezetű elnök visszahívott magához segítségül, hogy mérje fel a dolgokat. Szerencsétlenségére visszajött, mert ugye Varga Lászlóval egyetemben 1950. február nem tudom hanyadikán kivégezték. Azért végezték ki, mert vagy valaki akart helyette elnök lenni, vagy pedig a 411-es Truman mozdonyoknak roncs kilogram árán tudták megvásárolni a MÁV részére a mozdonyokat. Ez is egy problématika volt, és hát ugye... Igen? Nézzétek meg a Standard-Bert, annak a részesen volt. Igen. Az egy külön per volt. A Geiger, az a Béla, az... Na most 47-ben új menetirányító berendezéseket kezdtek el építeni. 47-ben az USA feleslegeséből ugye 0,036 és 20 MHz-es, tehát a hosszú és a rövid hullámokon keresztül, berendezést akartak hozni rendező pályaudvarra, a tolatáshoz, de olyan hosszú volt az antennája, hogy nem lehetett használni ezt a berendezést. Az újfajta menetirányító berendezés 44-től kezdődően szállítódott a MÁV részére, bal oldalon láthatók egy ilyen citomat, szögemeltyűs jelfogókból álló rendszer, ahol impulzusok, sokféle impulzust lehetett előállítani. Ott van a hívóberendezés a széktől balra, a jobb oldali részén az erősítés, mert ugye lehetett erősíteni a vételoldalt, és közepe tájékán pedig a menetirányító tudta jegyezni a vonatok indulása, haladása jegyzeteit. Hát itt látható ez a bizonyos jelfogó egység. Az állomási berendezéseknél egy ilyen szelektoros vevőrész van, amelyik azt a bizonyos 17 impulzust, amit 31-nél említettem, hogy
ugye az három impulzus sorozatgyanánt érkezik, ezeken a szelektorokon azt mondja, hogy vannak ilyen kis bigyulák, amiben meg tud akadni, és nem tud visszafele fordulni, megáll, és azt a bizonyos 60 féle mellékállomást 60 féle kóddalnak a segítségével ki lehet választani, és lehet beszélni. Ez volt a helyi kódolás. Hát ez volt az a 17, amit kiküldött ez az impulzus jelfogó sorozat, háromszor valamennyi, az a 7-es, meg 7-es, az 14, meg 3, az 17, ugye? Igen. Tehát ezt mindig a 17-et, és akkor ezt kellett beállítani megfelelő bütykökkel, amelyek... Én úgy emlékszem erre, hogy kiküldte az irányító ezt egy kód. Egy indító jelet. Igen, hogy minden egyes szelektor, ha minden egyes szelektor lépett, így van. De csak az érvényesült, amelynek ez a töcske, ez a tüske be volt állítva. Pontosan. Így van. Igen. Mindegyik beszámolta, csak hogyha a tüske nem akad be, akkor visszament. Akkor visszafordult, így van. Megint visszaharapta. Így van. A harmadikra már csak egy választott. Vagy csoport. Volt csoportos hívás, mindenféle volt, úgyhogy. Kérném szépen, Fug 16, ez egy repülőgép, és tenger alatt járó rádió. A németek használták, ez egy Telefunken rádió, volt egy Fug 10-es és egy Fug 16-os. És az egyik az a 150-160 kilo, vagy 600 kHz-es hosszú hullámon, ez a Fug 16-os pedig a 3-6 MHz-es rövid hullámú tartományban dolgozott. Erre nekem is van egy úgymond élvényem, amikor 44-ben vidéken voltam, és lelőttek egy német Messerschmittet, és ott húzott el a házaink fölött, és egyszer csak lehetett hallani, hogy puff, egy nagy robbanás, és akkor rögtön rohantunk oda ki, és hát akkor ott lehetett látni, hogy ennek a gépnek a darabjai jobbra-balra vannak, és hogyha jól elképzelem, akkor lehet, hogy újon ilyet láttam is. A repülőgépnél. 1948-ban még sajnos LB telefonközpontot kellett létesíteni, 60 környékére, mert még nem volt elegendő 7DPBX központ, nem gyártottak, mert a gyártó cégek, a BHG is, vagy a Standard, meg a telefongyár is, meg a villamosizzó, meg mindenki a szovjeteknek részére úgynevezett háborús... Jóvátételeket gyártottak, így van. Úgyhogy a posta is problémában volt, mert a postások sem tudtak, hát javítgatni. Hát évvégére, 48-ra a háborús károkat nagyjából sikerült megjavítani, és elérkezett 1949. március 15-e, amikor a Magyar Királyi Államvasutak, mert eddig úgy hívták, hogy Magyar Királyi Államvasutak, megszűnt, és Magyar Államvasutak néven funkcionál tovább. A távközlősök és a biztosító berendezésiek, tehát a távirdások, pardon, mondjuk így, hogy a távirdások, mert a távirdánál, a távirdába beleértették a távközlést is, meg beleértették a biztosító berendezést is, vagy a blokk berendezéseket, azok a forgalmi főosztálynak a hármas osztályán voltak, és a távirda ellenőrség néven. És március 15-ével megalakult a MÁV vezérigazgatóság egy vasúti főosztály, mert főosztály is lett a MÁV vezérigazgatóság, és a távközlősök, a távíró, távbeszélő és rádió ügyek osztályában soroltatott be, és a szakosztályvezetők Metti Imre lett. A Metti Imre egy
Kelenföldön volt ilyen távirda mester, akihez a telefonok is tartoztak, és a blokk berendezéseknek a villamos része, mert ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a Siemens-féle blokk berendezések, biztosító berendezéseknek ugye volt villamos része, és volt mechanikai része. A villamos rész az távközlőmesterhez tartozott, hogy így mondjam, a mechanikai rész az pedig a szemaformesterhez tartozott, blokkmesterhez tartozott, és ekkortól kezdve kezdték szétválasztani a távközléseket a bizberesektől. Hát kérem szépen, eljutottunk ennek a második 50 évnek a végére. Viszontlátásra remélhetőleg megérem, és akkor mához egy évre újra találkoznánk itt, hogy vagy a harmadik 50 éves, vagy a szocialista távközlésnek a vasút történetével, mert ha azt veszük, akkor ebben az 50 éves, harmadik 50 évben azt lehet mondani, hát én 54-ben jöttem a vasúthoz, tehát azt lehet mondani, hogy ezt a harmadik 50 évet én majdnem a vasútnál töltöttem el. Ez nem jelenti azt, hogy dolgoztam, vagy mit tudom én, csak lényeg az, hogy vasutas voltam. Hát nagyon köszönöm szépen, ha van valakinek... Ha van valakinek kérdése, valami akkor, nagyon szívesen, ha nem, akkor igyekszem a szocialista meg a 90-től a 2000-ig való részből is felkészülni. Meg kell mondani, ugye tudjátok, hogy írom ezt a vasúti távközlést, de még az első 50 évből még rengeteg dolog volna ebből a második, vagy az első részből, a másodikból, a harmadikból, meg rengeteg. Most megint megmondanám én a következőt. Így, ha ismertek régi embereket, és azoknak vannak valamilyen jó, akár vidám, akár szomorú történetei, ami a vasúti távközléssel kapcsolatos, azok szíveskedjenek megírni, nem kell hosszat írni, 4-5-6 sorba csak az egészet, mert hogyha egyszer annak idején sikerülne ezt a vasúti távközlés történetét kiadni valamilyen könyvbe, akkor ezek a történetek is megjelennének benne. Mert ezek is hozzátartoznak a vasúti történelem, vagy a távközlés történelemhez. Megkérlek, és hogyha remélhetőleg a Gábor akár megharagszik, akár nem, ugye a www.peteg. Nem, már nem? Nem, sose volt www. Egyszerűen peteg@mavert.hu, tehát az e-mail címet. Így van. Jó. Simán peteg@mavert.hu. Erre... peteg@mav.hu. Nekem gyorsan van egy sztorim 70-valahányból. Kosinszkival, friss aranycsillagokkal a vállunkon, lepzselünk Budán, szombaton még dolgoztunk, és megjött a kertészetből egy vontató ganaj, majd amit be akartak ásni. És akkor jelentettük a magyar Józsi bácsinek, Isten nyugosztalja az üzemvezetőt, Józsi bácsi, megjött a ganaj. Na és? Tehát menjetek le, össz, rakjátok le, de ennyi csillaga? Vasúti távközlési történeteit. Kollégáknak köszönöm a részvételt. Én köszönöm szépen.